Nem sok ilyen nagy sztorim van. Talán szerintem ellőttük a töltényeket. De arra is, hogy egyébként. Na, let's go. Mindig van, tudtam, hogy lesz, mindig van ilyen, aki bejelentkezik, aztán többet nem látni, mondjuk, hogy ilyesmi. Úgyhogy ilyen mindig van. Milyen szépen loopolok ma amúgy. De vannak elvárásaim, csak ebben a versenyek kapcsolatban most nem voltak. Hosszú távon ez így egészségesebb, meg jobb. Addig is kevesebb megy el a jamből, érted? No. Neked hány téód van? Nem tudom. Meg tudom neked nézni, hogyha úgy van. Ott még van, aha. Ó, itt van a ruin, megvan a ruin. Ó, visszajött. Le akartam szedni a ruint. Igen, túl sokat tudok. Túl sokat tudok. Ijjúj! Nem hagyhat itt, mert tudjuk, hogy azonnal leszedem. Ezt viszont kihasználjuk, hogy swingelt egyet. Ijjj, szegénynek az összes hibáját kihasználjuk, ugye? Ezek a mai jungle gymek, mondom, komolyabb ez a loop, mint egy check loop. My bad. Íj, de kellemetlen. Jaj, de kellemetlen. És még izéje is van, borója is. Komutiót egyszer kaptam? Ja, hogy szórakozásból kaptad. Ja, nálunk ilyen nincsen. Szórakozásból nem téjózunk senkit. Meg nem is lehet kiváltani ilyet, hogy téjózol valakit. Meglátott? Shit. Shit. Ez probléma? Ez bizony baj. Pont elfőtt a medkit, let's go. Visszajöttünk belőle. Épp hogy. Nice. Szép. Very nice. Oh. De jó lenne most egy flashlight. Pip. Nagy a baj. Sátortek? Oj. What the fuck? Jó. Itt még egész komoly problémába ütköztünk. Adra timing, enyó. Nem sokon múlt. És aztán szóltam is nekik, emlékszem, hogy ilyeneket ne... Ó, bazd meg. Hogy ilyeneket ne csináljanak, mert hogy ez így nem téma.
Aha, én véletlen kitéoztam, és el is bukta a moderátorságát, vagy hogy mondjam. De actually nem szokás a csatornán. Azt nem mondom, hogy mindig így volt. Nagyjából mindig így volt, voltak ilyen kivételek, de ezek csak kivételek. Tényleg nem szoktunk, én fixen nem csinálom. De hát persze nem azt csinálják mindig a moderátorok, amit én kérek tőlük, ezért utána néha beszélgetünk. És igazából ennyi, GG. Kávét még úgy azt mondom, hogy oké. Ez tényleg segít a felkelésbe, az energiától, azt mondják, hogy az energiától tudod, mikor hasznos van-i? Hogyha nagyon sok energiára van szükséged, és mondjuk mit tudom én, le kell menned dolgozni a bányába, és hirtelen nincs is annyi energiád összesen, és plusz energiákhoz akarsz jutni, állítólag akkor tudja kifejteni a hatását, ha valamire nagyon-nagyon nagy erős fizikai, hát energiákat kéne felszabadítod valami nagyon kemény fizikai munkához, amihez nincs elegendő erőd, akkor tud segíteni az energiáit a olyankor hasznos amúgy, mert nem csak rossz, van jó oldala is, de sokkal több a rossz oldala, de ahogy mészuk, ahogy én ittam, meg hogy az átlag ember iszta, hogy csak az íze kedvéért legurít egy-kettőt, mert hogy ő fáradt, de igazából nem csinál semmi olyan nagyon megerőltetőt, amit ne csinálna mondjuk minden nap, az úgy nagyon egészségtelen. In my opinion, az azért hozzáteszem, hogy ez csak az én véleményem, és mondom, nem vagyok se orvos, se semmi szakértő. De, ugye, az emberek általában mindenről megvan a véleménye, ez az én véleményem volt. Te is nagyon rá vagy függve? Ez egy olyan, mint a cigi már manapság a fiatalok között, hogy ilyen szinte mindenki. Sőt, ezt a népszerű content creatorok is ezt nyomják, ugye a hell, mindenki ezt tolja most, ezt reklámozzák. Fiatalok imádják ugye a streamereket, azt látják, hogy ez az, így áll hellt, az fassa, a saját energiaital. Tibi atya ugye a másik ilyen, akit amúgy én nagyon szerettem Tibi atyát, de ez az ivászatot állandóan reklámozni, ez az, basszunk be, ez az, hányjuk, szarjuk össze magunkat, saját energiaitalomban nyomod, ez nagyon rossz, hogy errefele halad Magyarország szerintem. Pont egy teljesen más irányba kéne elinduljunk a véleményem szerint. Én nem azt mondom, hogy szuperegészségesen kell élni, mert én sem élek szuperegészségesen, csak megpróbálom az legalább az ilyen dolgokat kizárni az életemből. Ezt mondom, akkor mindenki meg, az hogy nem akarom, hogy azt megtapasztalt, hogy olyan helyzetbe kerülsz, mint mondjuk én, amikor elveszíted úgymond az egészségedet, és tudod, veszélybe kerül úgymond az életed, és akkor átértékeled, hogy azt a kurva, ilyen könnyen meg tudnék halni, mert amúgy nem realizálódik benned, hogy amúgy nagyon könnyen meg tudsz halni. Nagyon sok dolog van, ami a testednek. A tested meg az elméd, hogy szokták mondani? Nincs barátságban, mert vannak olyan dolgok, amiket a tested kíván, mint például az energital, kívánod, hogy tudjad inni, mert hogy finom, nyami. De közben az elméd tudja, hogy ez neked nagyon rossz lesz, és ja, az elmédre kell hallgatni, az eszedre, ebbe a kérdésbe. Mi ez a sok alapszkines nyuszi? Veszélyesek ezek a dolgok, ez biztos. És ja, hidd el, én nem akarlak baszogatni, nem akarlak kioktatni, nem vagyok az apukád, nem vagyok az anyukád, nem tartozom érted felelősséggel, én csak tudod, megkedveltelek, aztán úgy vagyok vele, hogy figyelj, hát ha elgondolkozol rajta, vagy valamit, hát ha változtatok az életeden, és mondjuk elkerülsz egy rosszul létet, amivel lehet, hogy fixen belefutnál, ha nem szoksz le, és akkor maximum azt mondod, hogy közben, hogy szóltál, én meg boldog leszek, hogy javíthattam a te életedén is mondjuk legalább ennyivel, vagy hozzájárultam, hogy egy picit egészségesebb legyél. De mondom, én is nutellázom, érted, az is egészségtelen. Keveset mozgok, mondjuk mostában már azért ugye legalább rendesen edzek, de eddig edzen is edzettem, egész nap a gép előtt ültem, görnyedtem, egy csomó egészségtelen dolgot csinálok én is. Ugye videójátékokkal sem egészséges ennyit játszani, mint amit én csinálok. Tök mindegy, hogy ezzel dolgozol vagy nem, mert szabadidőmben is ezzel kapcsolódom ki. Én is többet mehetnék ki ezzel, úgyhogy nekem is ugyanúgy rengeteg dolog van, ami javíthatnék. Szóval nem akarok úgy tűnni, mint aki tudott tökéletesen él, és akkor itt mondja a frankót nektek. Rengeteg hibám van, azt tudom, hogy én ezt például leküzdöttem, és ezért merek, vagy szeretek róla beszélni, mert tudom, hogy ja, eszmetlen para volt az, amiben belekerültem a rosszul létek, meg ezek ugye az energiaitaltól, és mondom, én is napi szinten kettőt megittem, és egy legjobb barátomnak is papoltam egyfolytában, mondták, hogy léci, ne egyál ennyit, meg izé. Még szükségem van rád, érted, még jó lenne azért haverkodni, már több mint 10 éve ismerik egymást, azért jó lenne 20-30 év múlva is összeülni, nem? Nosztalgiázni, mint most. Jó lenne, hogyha megtennénk a lehető legtöbb dolgot azért, hogy ezt megéljük. Nagyon ügyesen csinálta, én nem használtam el a izét, nagyon ügyesen szlágol a killer, ami nagyon jól csinálja, viszont mi is nagyon jól reagáltuk ezt le. Úgyhogy fullos a dolog. Nice. Milyen ügyesen helyet szorítottam neki, hogy fel tudjuk szedni? Nem akartam kidetárdolni. Jó, nice. Ez csak erről szól. Az energiaital sem fog megölni.
Csak hozzásegít ahhoz, hogy hamarabb meghalljál, hamarabb kialakuljak. Lehet, hogy anélkül is szívritmus zavarod lenne, vagy lehet, hogy anélkül is kialakulnának ezek a betegségek, de így 50%-kal nagyobb eséllyel alakult ki, és mondjuk hamarabb is kialakult, mint kellett volna. Ugyanaz, mint Vanni, hogy azt hiszi, hogy az energiaital nélkül nem tud felkelni, ugye ők meg azt hiszik, hogy az alkohol nélkül nem tudják jól érezni magukat, nem tudnak létezni, és ja, már szarán segítszák magukat. Aztán ja, előbb-utóbb ugye a mérték az ilyenkor elveszik, mert amíg mértékkel csinálsz dolgokat, addig azt mondom, benne van, fia, egyszer-egyszer elszívsz egy szál cigit, egyszer-egyszer kocintasz a haverokkal, lementek sörözni, ezzel nincs semmi baj, ez teljesen egészséges. De ezekkel a dolgok az a baj, hogy ez idő után mindig elveszik a mérték, nem? Ha mértékkel csinálod, akkor tök jó, viszont az, hogyha minden nap megiszol 5 energiaitalt, vagy legalább 3-at, ugye, ott a mérték az már nem annyira van benne a dologba. Még gyerekkoromban szegények voltunk, ugye nem nagyon bekisztünk, azért nagyon extra volt, tehát ott még kell, gratulálok Benni, ott még mértékkel csináltuk, de valaki azt mondja, hogy ezt elősegíti, az bizony van igazság abban, amit mond. Legalábbis az én álláspontom szerint, az én tudásom szerint, oda menjek, hogy megcuppancsom, mert már le tud morizni, hogy ne. Lehet, hogy egészségtelen, de fontos, hogy élvezd az életet? Így van. Csak mértékkel élvezd. Ezek nem normális dolgok, hogy a szíved felmondja a szolgáltat. Persze van, lehet, hogy olyan unlucky vagy, hogy ilyen dolgokkal születtél, és nem voltál amúgy se teljesen egészséges, de ha már olyan szerencsésnek születtél, hogy teljesen egészséges vagy, és nincs semmi baj a szíveddel mondjuk, akkor ne basszál már ki magaddal, hogy annyit drogozol, hogy mégiscsak bemondja a szolgálatot, nem? Mikor még ott van előtted legalább az életed fele, vagy mindegy, mennyi van hátra, nem? Akkor ne basszál már ki magaddal. Majd egy olyan nyugdíjas életet teremtsek neki, amilyet megérdemel. Ez egy nagyon jó motiváció volt, hogy sokra vigyem a streamelésbe, és ne csak úgy legyek vele, hogy ez csak egy hobbi, meg hogy engem ez így, tudod. Nem adok bele mindent, hanem így aztán biztos vagyok benne, hogy mindent beleadok ahhoz, hogy sikeres lehessek benne, nem? És hogy lehet, hogy magamért is bele tudtam volna annyit adni, hogyha erről van szó, mert ez már ugye nagy álmom volt, vagy nagy vágyam, de az biztos, hogy amikor megvan a maximális motivációd, ez még pluszba dob rajta egy nagyon nagyot, amikor valami olyat akarsz, ami egy hozzád közel állóhoz fontos, vagy tudod, amit szeretnél érte. Hopp, várjál csak. Ja, mert le akart morizni. Fuck. Ő is értette, hogy mi van. Nem bírtam felállni gyorsan, hogy jön a mori. Most már nem is tud. Most már akkor megy a 4K-ra. És nem morizik le? A hood miatt összezavarja a hood. Vagy lehet, hogy vagy olyan mori... Ja, nem, itt akar lemorizni a sarokba? Miért hozott el ide? What the fuck? Miért hozott el ide a sarokba? Kár volt felállni. És lehet, hogy akkor majd 20 évvel később úgy vagy vele, hogy passz meg. Oké, hogy tisztában voltam vele, de erre nem számítottam, mert ezt nem éltem még át. Még nem voltam eléggé... úgymond érett, vagy nem gondoltam ezt a dolgot eléggé át, és akkor az lehet, hogy óriási csattana rajtad, és iszonyatosan megbántad volna, hogy mit tudom én, annyit csináltál bármit, amit tudtad, hogy később nagyon rossz lesz, nem? És úgy voltam vele, hogy neked sosem kell gyerek, érted? Ezért nem gondoltál bele, jó? Én nem akarok apa lenni. És ha véletlen valamiért úgy alakul az élet, hogy apa leszel, és ez az életedben a legnagyobb dolog, amit megbánsz, nem? Az borzasztó szar érzés lehet. És ezért vagyok inkább úgy, hogy inkább erről beszélek. Nem pedig arról, hogy azt csinálsz, amit akarsz, csak tudod a következményeket, mert ki tudja, hogy alakul az életed, nem? Ki tudja, és akkor még ezzel még vissza tudsz táncolni, úgymond, vagy még akkor lesz egy kis lehetőséged, vagy bármi, ki tudja, milyen ajtók nyílnak meg később előtted, amiket bezárnál ezzel, nem? Ezért vagyok úgy, hogy én mindig ezt mondom az embereknek, mert én is ezt tapasztaltam meg, hát ja, ez az én véleményem. Nice, jó lenne már megdögölni amúgy? Már nem azért mondom. Jó lenne meghalni? A videójátékban persze. Of course, only the videójátékban. Only a videójátékban. Hoppá! Jó, most már ölj meg! La. Akkor szerintem csak egy ember tud lemorizni. De már kettőt lemorizott, akkor elfelejtette, nem? Szerintem a húd megszivatta. Hát én nem vigölözök le, az is biztos. A húd megszivatta és nem tudja, hogy le tud morizni. Hú, de mérges lesz. Vagy keresi velem a másik embert? Beszarok, bazd meg. És kajak addig szopat itt, amíg izé meg nem találja a másikat. Azt akarja, hogy mutassam meg neki, hol van a másik? Nem fogom megmutatni neki. Nem árulom el a társaimat. A végsőkig küzdök. Jaj, de kell, hogy a még az ügyet is
Istenem, tudom, hogy soha nem szoktam kidiszkonektálni, de lehet, hogy most kidiszkonektálok. Baby, de közben jó játékot akkor nektek közben. Jézus, nagyon az idegeimre mész most. És komolyan ezt csinálod, azért ennyire nem kellhet az a 4K. Csával is bújt. Hát a felakaszt. Azért se diszézek, azért se diszkonektálok. Sose találjad meg, sose! 2-3 órába teljen neked, ha le is 4K-zol. Soha nem fogod megtalálni a társamat. Soha nem fogom elárulni. Megzívolozlak. Azt hitted, mi megtörtél mentális. Egy pillanatra én is azt hittem, hogy megtörtél. De aztán rájöttem, hogy engem nem tud megtörni Holmi Huntress. Cringe, bro. Soha nem diszkonektelek. Never. Azt hiszed, hogy megadom neki azt az élményt? DC egyenlő win. DC egyenlő win. A végsőkig küzdök. Dia 951221 hasdzsász tipped 1 amerikai dollár. Nagyon szépen köszi, Dia, az 1 amerikai dollár. Mi a helyzet, apsikáim? Mi a helyzet, apsikáim? Nem sok, nem sok. Mindjárt bepotolom a chatet, Dia. Nagyon elmentünk a témázgatásokba. A Szadáma megszerni az Ucsó Gent, az nagyon nagy lenne. Jó. Szerintem nem szeret egy Gent se. Nem baj, nem baj, nem baj. Mindjárt kivérzek, úgyhogy előbb-utóbb vége lesz ennek a szenvedésnek, chat. Szerintem azt akarja, hogy mutassam meg neki, hol van a csávó, de nem fogom megmutatni. Nem fogom ledobni ezt a palettát, mindegy, hogyha elkap. Ugye ez meglegyen, hogyha szereljük a Gen. Úristen, de szar connectionje van, azt a kurva. Nem baj, nem fogom ledobni. Unbreakable underrated? Hát, amúgy nem. Vagy azt szerinted? Mert sokan az nagyon szeretik. Hihetetlen amúgy, hogy killerek vannak, ez amúgy hostage taking, nem? Ez amúgy esküszöm reportolható. Már mennyivel több ideig tart benne a játékban, mint kéne, hogy benn legyek. Szerintem ez actually reportolható, látod? És direkt csak azért, hogy ez már nem taktika, ez már nem fér bele abba, hogy tunnelzöl meg facecampelsz. Ez már actually. Csak szopatod az embereket és direkt bent tartod. Sőt, rá akar kényszeríteni, hogy diszkonekteljek. De nem fogok, tesó, nem fogok. Azt jelenti, hogy ennyire könnyen meg lehet törni mentálisan. Ilyennek tűrök én neked, ha? És még így se semmi toxikat nem csináltam vele, meg se tíbegeltem, semmi. Semmi mondva csinált indokja se lehet, hogy ezt csinálja. Undorító vagy. Szégyent hozol a killerekre, ami azt hiszik, hogy ilyenek a killer mélynek, pedig nem ilyenek. Szégyent hozol rájuk. Az egész családodra. Anyád biztos, hogy nem büszke. Biztos, hogy most forog. Forog a székében, hogy ilyen porontyot sikerült világra hozni, aki ilyeneket csinál egy videóját, és még bólogatsz is, baszki. Jó, remélem, hogy a másik csávó megcsinál egy Gent végül.
Igazad van, nincs rá szükségem reggelente sem. Na, kijutott a csávó. Csak bebeszél magamnak, valószínűleg megpróbálok napi max 2-t meginni, majd egyet, és majd sem ennyi, csak hetente 1-2-t. Ez tök jó lenne, van ilyen, neki nagyon örülnék. De ha nem sikerül, akkor sem leszek mérges, vagy ilyesmi, mondom, nem akartam itt se rádiesztani, meg semmi ilyesmi. Igazából csak azt tudom, hogy egészséges legyél. Nekem igazából, ja, nem sokat befolyásol, hogy mit csinálsz, és legalább kijutott. Prrrra. És még így is pippeltünk, és nem diszkonekteltünk, let's go. Úramatyám. Úramatyám, még a Noeddel is készült a kis huncut. Nem lehet tudni, hogy mennyi órája volt. What does love feel like?